december 9-ére ígérik, hogy újraindul a vasútforgalom. Van-e arról polgármester asszonynak tudomása, hogy valóban elindul-e, megszűnik-e ez az áldatlan állapot a vonatpótlóbuszokkal, és valóban elindul-e a teljes vasúti forgalom az egyes fővonalon? Tehát ma december 5-ét írunk, én beszéltem a Mástart szakembereivel, és nem jelezték, tehát azt mondták, hogy biztos, hogy örömmel fogják az utasok igénybe venni a jövő héttől a vasúti közlekedést. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát nem tettek most jelzést arra vonatkozólag, hogy nem fog december 9-ig. Vagy nincs olyan információ, hogy ne valósulna. Nem fog megvalósulni december 9-ig. Szerintem már mindenki nagyon várja, és minél jobban várakozik rá az ember, annál nagyobb öröm lesz majd, amikor aztán tényleg felszállhatunk a gyors vonatokra, a piros vonatokra. December 9-én újraindul el az első vonalon a vasúti forgalom. Ugye jelenleg a bicskeiek is, meg itt a környező településen mindenütt vonatpótlóval járnak be az emberek Budapestre. Van-e erről tudomása? Érdemes talán, hogy a nézők értsék az összefüggéseket. Én ezek nem véletlenül átadom is ezt megköszöntem. Egyrészt a miniszter úrnak le is szúrtak kicsit, mert ugye a MÁV-nak is meg kellett volna köszönni. Ja, értem. De mivel Papéri Zoltán elnök vezérigazgató nem volt itt, ezért valóban kiment a fejemből. De én amikor legutoljára egyeztettem vele Papéri Zoltánnal, akkor azt az információt adták, hogy voltak olyan, és erre is utaltam, hogy voltak nem várt műszaki kihívások, ami azt jelenti, hogy volt olyan tehát teljesen indokolt volt a miniszter úr döntése, mert azok az állapotok, amiket a kivitelező talált, azok a döntésnek a célszerűségét visszaigazolták, ez az egyik. A másik, hogy a munkálatok jó ütemben zajlanak, és azt mondta a vezérigazgató, hogy nem látja okát, hogy a december 9-i határidő az ne lenne tartható. Ez 3 hete volt. Tehát ez elképzelhető, hogy ebben lehet változás. De ha csúszás is van, akkor nem szignifikáns, ha jól értem. Éppen ezt akartam mondani, hogy én ebből arra következtetek, hogy azért nem lehet, tehát hogy ez lehet, hogy nem pont 9-e lesz, és akkor kérem, hogy ne kérje rajtam számon, hogy 10-e lett, és nem 9, és be, hanem véletlenül, remélhetően ez a december 9-hez közel meg fog történni. Viszont ami szerintem bicskeieknek fontos. A szárjaknak, szárligetieknek, akik onnét szállnak fel, fontos, herceghalom, illetorbád, fontos, hogy valóban nem csak biztonságosabb, hanem gyorsabb is lesz a pálya. Tehát, hogy sikerült azokat a pályakorrekciókat, ami benne volt ebbe a CEF-es 2008-as történetben, amiről érintőlegesen beszéltem, ezen a szakaszon ezeket is sikerült megcsinálni, és a sebességkorlátozások, ami a rossz minőségű szerkezet miatt volt, az is meg fog szükségni. Ebben biztos, képviselő úr? Mert az új, én úgy láttam, hogy az új menetrend szerint éppen lassabb lesz az eddigiekhez képest. Én ezt az ígéret. Én ezt tudom önnek mondani, ezt az ígéret. A menetrendet meg fogjuk nézni.